Rocky Balboa a Sylvester Stallone szájából azt mondta, hogy nem az a fontos, mekkorát tudsz ütni, hanem hogy mennyit tudsz elviselni, mennyi után tudsz még mindig fölállni. És azt hiszem, hogy aki nem egy barlangba töltötte el az elmúlt pár napot, az mindenki értesült GG Lacinak a sajnálatos esetéről, hogy ugye leégett a komplett házuk. Nagyon komoly dolog volt az, és nagyon jó volt látni, hogy az egész közösség, ez a gamer közösség, aki igazából nem is egy közösség, mert rengetegféle emberek vagyunk, nagyon sokféle gondolkodásmóddal, különböző dolgok tetszenek nekünk, de mégis ez a közösség, ez valamilyen oknál fogva mégis túl tudott lendülni a különbözőségeken, és mindenki a saját módján, mégis baromi hatékonyan ennek az embernek, Lacinak tudott segíteni. Nagyon jó volt látni például, hogy a VR-os srácok egy komplett gamer PC-t adtak. Nagyon jó volt látni, hogy kisebb és nagyobb videósok is egyből elkezdtek streamelni és gyűjteni neki. Köztük Herbie-től, Paplovagon át, tényleg rengetegféle fajta ember. És én itt lehettem, és én ott lehettem Sirius-nak a streamébe is, 12 órás streamébe, ami alatt több mint 510.000 forint gyűlt össze. Ami nem semmi, srácok. Tényleg nehéz szavakat találni erre, de valószínűleg az a legjobb az egészben, hogy eddig ez példátlan volt, de mégis megmutatta ez a közösség, vagy ez a társaság, hogy képesek vagyunk komolyabb dolgokért összefogni. Úgyhogy azt hiszem, ez egy jó példa, kell, hogy legyen mindenki számára, viszont azt azért kell tudni, hogy ez az 500.000 forint, meg gép, meg amik még jöttek, ez maximum tűzoltásra elég egy új élet újrakezdéséhez, amíg azt hiszem talán ez lehet, hogy kicsit erős szó vicc volt. Szóval még mindig nem elég. Ezért a Podcast csapat úgy döntött, hogy az idei karitatív gyűjtését Laci javára fordítja, és év végéig Lacinak fogunk mi is gyűjteni. Bár Marcival és Alexal még nem beszéltem meg, de bízom benne, hogy ők is belemennek, és a Geekbox-ra újra vissza fogunk térni egy 12 órás stream erejéig. Pontos részleteket majd még később. Úgyhogy srácok, a leírásban benne vannak az elérhetőségek, támogassátok Laciékat is, és mi pedig csöpögtetjük majd az információkat ezzel kapcsolatban. Kösz, hogy megnéztétek a videót, szevasztok! Mikor egy része megvan. Szétborult, meg szétborogatták, de úgy néz ki, hogy csak pár dolog van megolvadva, de úgy látszik, megvannak a játékok, majd megnézzük mennyire. A tévés egy kicsit így összeolvadt, egy icipicit, aztán majd megnézzük, hogy mennyit bír. De hát, ahogy látom, a keret az ki van olvadva a helyéről, úgyhogy nem hiszem, hogy sokat bírt. Jó, hogy a többi ez nem kapott lángra, mert egy-két ilyen kis boldog gamer figura túlélte, és mint a sepphelyes arcú és a mogorva bárány meg minden.